Sziasztok! Pap Zoltán, érték és tudástolmács szövegíró vagyok. Ez azt jelenti, hogy az érték és a tudás nálad van. Én abban igyekszem a segítségedre lenni, hogy ezt közérthetően, élménydúsan, befogadhatóbban tolmácsoljuk, továbbadjuk. Az egész az 96-ban indult a Pannon GSM-nél, amikor is nagyon komoly műszaki szakembereknek kellett megérteni a gondolatmenetét, a tudását, azt, hogy mivel foglalkozik. És ugye, bocsánat minden műszaki embertől, de számukra egy kicsit olyan nehezen érthető, hogyha nem értjük azt, amit ők mondanak. Én ezért fogtam és elvégeztem egy informatikai iskolát, főiskolát, hogy ne tűnjek teljesen hülyének az ő szemükben. Majd, hogy azért a másik oldal is megértsem a szót, egy HR főiskolát is elvégeztem. És 7,5 éven keresztül 21 témakörben kellett előadásokat tartanom. Olyan izgalmas témakörök, mint a GSM rendszer, a mobiltelefonoknak a működése. Tehát, és ez mindez persze marketingeseknek, ügyfélszolgálatosoknak, pénzügyeseknek. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mai világban, amikor egyre több csatornán tudunk kommunikálni, egyre több helyen vagyunk jelen, és egyre pörgősebb, egyre gyorsabb ez az egész kommunikáció, akkor nagyon nem mindegy, hogy ezt a tudást, ezt az értéket mi tudjuk-e tolmácsolni az ügyfelek felé, vagy sem, mert bizony lehet, hogy mi értéket, minőséget képviselünk a tudásunkkal, a szolgáltatásunkkal, a termékünkkel, de nem tudunk megfelelően kommunikálni, nem vagyunk jelen, vagy ha jelen vagyunk, nem tudjuk, hogyan szólítsuk meg az embereket. És azok pedig, akiknél esetleg a szolgáltatás minősége hagy némi kívánnivalót, azoknak, akiknek a terméke vagy a szolgáltatása nem olyan, ami ennek lennie kéne, de jól használják ezeket a csatornákat, és hangosak és ügyesen kommunikálnak, elviszik előlünk a lehetőséget. És lehet, hogy éppen nekünk kell lehúznunk a rolót, főleg így válság idején. És a mai konferencián azért örültem Várnai Gábrel felhívásának, mert valahol ezt szeretném, ezt a tudást, ezt a lehetőséget megmutatni az embereknek, és azt, hogy eleve, hogyha kommunikálnak, akkor mindig az legyen a szemük előtt, hogy a másiknak értéket adjanak, a másiknak valami olyat, ami az egészségükhöz hozzájárul, a pénzügyi helyzetük javulásához hozzájárul, ami felemeli őket, tehát mindenképpen értéket, minőséget adjunk az ügyfeleknek. A social médiában erre remek lehetőségünk van, de a social media az nem ugyanaz a csatorna, mint az eddig megszokottak. Itt mesztelen a király. Itt, hogyha kilépsz a közönséged elé, itt nem árulhatsz gagyit, nem árulhatsz bovit, legalábbis hosszú távon biztosan nem. És azt gondolom, hogy ezen a mai napon csupa-csupa olyan ember, csupa-csupa olyan vállalkozó volt jelen, illetve magánember volt jelen, akik ezt nagyon jól megértették, nagyon jól befogadták, és még olyan is volt, aki azt mondta, hogy oké, lehet, hogy mindezt eddig nem gondoltam át, de a jövőben átfogom, és mindenképpen átalakítom a dolgaimat ennek megfelelően. Úgy fogok kommunikálni, és olyan szolgáltatást és olyan terméket fogok kínálni, ami valóban hozzájárul az én vásárlóimnak, az én vevőimnek, az életéhez, ahol értéket tud hozzáadni. Nem csak a pénz fog motiválni, hanem az, hogy értéket adja. És nagyon-nagyon hálás közönségünk volt a mai napon, sőt, a végén, amikor egy szabad beszélgetést volt terítéken, akkor nem is nagyon akartak hazamenni, és érdekli őket, vonzza őket ez az egész. Úgyhogy ezt ezúton is köszönöm, hogy eljöttek, időt, pénzt és energiát fektettek ebbe a mai napba, meghallgattak bennünket, és remélem, hogy ezt tovább is tudják vinni, amit ma adtunk nekik. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak.